Fadrúz a korabeli híradás szerint Budán a naphegyen lévő műtermében mintázta a Mátyás király szobrát. A helyes arányokban megmintázott modell méreteit kellően megsokszorozva úgy készítette el a vasvázat, mintha a talmasúrnak a csontvázát alkotta volna meg az összes bordáival együtt. Az így fölállított váz kovácsolt vasból készült. A mérnöki pontossága munka után kezdődött a formálható puha agyagnak a vasszerkezetre történő felhordása. A szobor főalapjához Fadrúz összeszedte a Mátyásról felelhető arcképeket és szoborműveket, majd azok alapján megmintázta a korabeli páncélos fegyverzetben lovon ülő alakot. A lovhoz 3 hónapig külön tanulmányokat folytatott a mezőhegyesi állami ménestelepen. Az összeállított szobrot a 24 méter magas műteremben egy könnyen forgatható állványon állították fel. Az érszöntő műhelyben bronzba öntött minta után egy újabb gipsz modell készítettek, amelyet elküldtek a párizsi világkiállításra. A gipsz mintát a világkiállítás bírálóbizottsága a legnagyobb Grand Prix elismeréssel jutalmazta. Az öntési munkálatokat az újpesti Beshorner AM és fia királyi udvari műérszöntők nevű cég végezte több részletben 1900-1901 folyamán. A cég igazgatója Hofmann Ferenc koronás érdemkereszt kitüntetést kapott a szobor munkálatáért. A Kolozsvári Szoborbizottság 1901. szeptember 3-án vette át hivatalosan a munkát. A szobor felállítását mintegy másfél évvel késleltették a talapzat anyaga körül kirobbant viták. Fadrúz és Pákei Lajos, a talapzat tervezője, eredeti megállapodása szerint a földdel érintkező rész sütői kőből készült volna, a bástya pedig bácstoroki kőből, ugyanabból az anyagból, amelyből a város középkori falait is építették. Egyes vélemények szerint azonban a bácsi toroki kő nem bírta volna el a szoborcsoport súlyát, ezért a munkálatokat leállították, és vizsgálatot kértek a kőbányák anyagára. Ugyan a tervezett kő szilárdsága elengedőnek bizonyult, de a kőbánya nem tudta előállítani a Fadrúz által kért méretű tömböket, így végül a teljes talapzat sütői kőből készült. A szobrot 1902. augusztus 13-án rakották fel vasúti szállításra a Lipotvárosi pályaudvaron. A 17 darabból álló 18.815 kg tömegű szállítmányhoz 4 vasúti kocsira volt szükség. Augusztus 15-én megérkezett Kolozsvárra, ahol a pályaudvarról lovakkal bontották be a főtérre a vagonokat, a megszüntetett helyi közúti vasút még létezett sínjein. Szeptember elejére a szobrot takaró deszkakerítés mögött megtörtént a darabok összeállítása. Ezt követően Fadrúz tovább dolgozott a részleteken. A Mátyás emlékművet 1902. október 12-én délelőtt 10 órakor avatták fel Kolozsvár főterén. Az ünnepségeken az uralkodóháza képviselő József Ágost főherceg mellett a hazai politikai, tudományos és művészeti élet jeles képviselői is részt vettek, köztük Szél Kálmán miniszterelnök, Lassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter, Fehérvári Géza honvédelmi miniszter, Darányi Ignác földművelésügyi miniszter, Apponyi Albert házelnök, Jóka Imor, Benedek Elek, Alexander Bernát. A képviselőház küldöttségével Kolozsvárra utazott Nessi Pál országgyűlési képviselő botrányt okozott a kolozsvári ellenzékkel, amikor úgy döntöttek, hogy ha az ünnepségen elhangzik az úgymond a gyűlölt kétfejű sasos házinóta, tüntetést rendeznek. Amikor a monarchia közös hadseregének zenekara József Ágost főherceg megjelenésekor a Gott erhalte kezdetű osztrák császárság himnuszát játszotta, többet magával Kölcsei és Erkel himnuszát énekelték. Amikor a menet elvonult, lovas rendőrök oszlatták szét a tüntetőket. Az utcán a rendőrök Nessit és néhány öt követő társát karlapozni kezdték. Nessi ellen hadbírósági eljárás indult,
és később az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága is tárgyalta az ügyet. Egyes vélemények szerint a szoboravatásról azért hiányzott az uralkodó, mert a műemlék talapzatán a Habsburg kloborgója is a legyőzött seregek hadi jelvényei között látható. Az erdélyi románság képviselői nehezményezték, hogy kimaradtak a hivatalos meghívottak közül. A szoboravatási ünnepély szentmisével kezdődött, amelyet Majláth Gusztáv püspök celebrált. Beszédet mondott Széll Kálmán és József Ágost főherceg, majd megtörtént a szobor leleplezése. A leleplezés közben a város összes templomában meghúzták a harangokat, a fellegváron pedig 24 ágyülövést adtak le. A város az alkalomra több száz oldalas, díszes Mátyás albumot adott ki, a színházban Mátyás emlékére ünnepi műsort adtak, melyet díszvacsora követett. Fadruszt elismerésekkel halmozták el, az uralkodó a Vaskorona rend második osztályával tüntette ki, a várostól díszpolgári címet, az egyetemtől doktori címet kapott. Barta József, erdélyi képzőművész 2017-es véleménye szerint az emlékmű felállítása volt Erdélyben az utolsó komoly szoborállítás. 1907-ben a szobor lovának lábain repedések támadtak, amit az öntéskor benne hagyott vizes vatta okozott. A szobor szerkezetét és veszélyeztető hibát sikerült elhárítani azzal, hogy a vattát eltávolították és az üreget olommal töltötték ki. 1940-42-ben a bécsi döntés utáni magyar városvezetés személyesen dr. Keledi Tibor polgármester Kósa-Huba Ferencet bízta meg a restaurálással, s Kósa-Huba Ferenc 1941. november 28-án nyilatkozott a Keleti Újság című lapnak. Fadrusz János az alkotó szellemében kell a szobrot restaurálnom. Semmit sem szabad elvennem belőle, és semmit sem adhatok hozzá. A bástyaszerű historikus posztamens kötömbjeinek egy része lepusztult, szétnyílt, kilazult, ezért sürgős pótlásokra volt szükség. Fabondelleket készítettek, melyek alapján újra karagták a különböző szögekben és illegben megformálható köveket. A talapzatra az újra faragott eredeti Mátyás címer került, és az eredeti magyar nyelvű Mátyás király felirat. A látványosabb műveletekről filmfelvétel is készült, amelyet a mozikban vetítettek. Miután a II. Világháborúban 1944. június 2-án a város szövetséges bombatámadás érte, felmerült a szobor lebontásának és biztonságba helyezésének gondolata. A város erre a célra már korábban sziklabarlangot készítetett elő a Dunántúl végén, de a terv kivételezésére nem került sor. 1942-ben Budapestet már a szövetségesek bombázták. Ilyen körülmények között a városi tanács különböző ügyosztályai, kisgyűlése és közgyűlése azon gondolkozott, hogy Kolozsvár ékessége az 1902-ben avatott Fadrusz-féle Mátyás szoborcsoportot egy biztos helyre kellene helyezni, vagy legalábbis bombabiztosan takarni kellene. Ezt több ezer kiló homok vagy vasbeton szerkezet tudta volna megoldani a helyszínen. Könnyebb megoldásnak tűnt, de időben az is sok időt vett volna fel, a szobor levétele a talapzatról és elhelyezése a Dunántúl végén ásott, erre a célra előkészített sziklabarlangban. E telek a nagyanyám tulajdona volt, Kilin Rozália, ahol a 30-as évek és a 40-es évek elejéig itt kőbánya működött. 42-ben a polgári hivatal felkérte nagyanyámat, hogy a szobort engedjék meg, hogy a szobornak ide létesítsenek egy óvó helyet a bombázás véget, hogy megóvják, mint műemléket. Nagyanyám beleegyezett, és a polgári hivatal költségén neki is fogtak a munkának. A több mint 9 tonnás
lovasszobor alak szétszerelése legalább 3 hétbe került volna, és ugyancsak ennyibe a mellékalakoknak a szétszerelése és átszállítása a sziklabarlangban. A szobor elköltöztetése azt igényelte volna, hogy a forrasztott részeket külön szereljék le, bizonyos részeket szétvágjanak és úgy szállítsák el, hiszen egy darabba nem lehetett volna elhelyezni az óvóhelyre. Ezt előkészítendő számos felvétel készült a szoborcsoportról, ahhoz, hogy amikor visszateszik a pákei féle talapzatra, az eredeti formájában tudják összeállítani. Már vége felé volt a munkálat, mikor feltört a víz, és e véget több mint valószínű nem került ide a szobor. A főteret viszont a Fadrus szobor szerencséjére és a város megelégedésére nem érte bombatámadás. Amennyiben ez a grandiózus, de műemlékvédő terv, amelyet a Műemlékvédelmi Bizottság dolgozott ki, számos előmunkálattal ezt előkészítve, hát amennyiben ez a terv megvalósult volna, nem biztos, hogy a háború végeztével, sőt, teljesen biztos, hogy az adott körülmények között a város ékessége, a Fadrusz-féle Mátyás szoborcsoport nem állna most itt a helyén, és nagyon nagy veszteség lenne ez az egyetemes és a magyar kultúrtörténet szempontjából is. 1958-ban a talapzat kisebb javítására került sor. Az évek során a szobor állapota folyamatosan romlott, a víz a talapzatba beszivárgott, és a lovasszobor megdőlt. 2006 nyarán és 2007 áprilisában a szobor talapzatáról levált egy-egy darab, a romlást okozó átnedvesedés a ló alatti fémburkolat résein és a szétnyíló kőfugákon keresztül behatolt a szerkezetbe, így a híradások arról szóltak, hogy a restaurálás halogatása további állagromlásokhoz vezethet. 2006-ban a magyar és a román kormány döntött arról, hogy a szobrot közösen állítják helyre, és a 800 ezer euróra becsült költségeket fele-fele arányban viselik. A szobor restaurálására vonatkozó szerződést 2009. július 22-én írták alá, a munkák befejezési határideje 2010. július 22-e volt, a felújítási munkálatok azonban elhúzottak. A Mátyás szoborcsoport felújításának engedélyezési terveit előzetes kutatások és vizsgálatok alapján Szabó Bálint műemlékrestaurátor és munkatársai végezték. A felújítást Kolozsi Tibor szobrász restaurátor vezette, aki a restaurálási munkák folyamatait magyarországi műemlékvédelmi szakemberekkel egyeztette. A restaurálás során a talapzatra az 1902-ben ráviselt eredeti Mátyás király felirat helyett a Mátyás Rex felirat került, az uralkodói címet nem restaurálták. A restaurátorok fényképek alapján pótolták az eltűnt részleteket is, például Kinizsi Pál sisakján levő toldíszt és Bátori István sisakforgóját. A mészkőből készült talapzat hiányzó részeit az eredetivel megegyező sütői díszmészkővel pótolták. A lovasszobor belsejébe egy 4 kg-os részből készült henger alakú időkapszulában levelek, versek, gyermekrajzok, gépek, papírlapok, újságok és Czártus Gábor filmrendező egyik filmtekercse is bekerült. A restaurált szoborcsoport felavatásának ünnepségét 2011. április 2-án tartották meg. Lássuk, belefér, most derül ki, belefér, vagy nem? Itt is sajnos megy. Ez itt milyen? Nagyon, nagyon tágas. Kapszulában, amiben ez év februárjának végén, márciusának elején közített hirdetés alapján kolozsvári polgároknak, gyerekeknek
az üzenetei vannak benne. Hát előbb az újságban volt egy felhívás, aztán rendezvényeken többfele, még aztán a konzulátus időbe segített, közé vettük ezt a hirdetést, hogy a lóhasában üzenje jövőnek. Hát a Transindexen keresztül jött be elég szép anyag. Számomra meglepő, nagyon sok kézzel írott verér volt, költemények voltak. Benne van a mai napnak az összes jelentősebb kolozsvári közéleti napilapjának egy példánya, a román magyar nyelvűek egyaránt. Van benne nagyon sok rajz, gyermekrajzok. Nem csak a szomorú zenek vannak benne, nem arról. Az jön a tetejére, még van itt valami? Nehogy valamit kitalálják. Azt hiszik, hogy horgolni tettek tetejére. Egy. Van egy kis hely. Még van egy kis hely. Mi az, ami ezen a filmen látható, ami bekerült az időkapszulába? Kolozsi Tibor restaurátor barátom kérésére elhelyeztük egy filmes dobozt is az időkapszulában. Egy dokumentumfilm másolata van benne. Ez a szobor centenáriumára készül, és gyakorlatilag nyomon követi a Mátyás szobor születését a szoboravatástól 2002-ben centenárium pillanatáig, és néhány képsor bekerül nyersen a restaurálásról is. Egyfajta illúzió, talán üzenet, lehet, amiben majd egyszer megtalálja valaki, és egyáltalán tudják játszani. A Kolozsváron felállított emlékszobor az 1902. évi fölavatásától napjainkig, bár egyre csökkenő mértékben a románok és magyarok közötti nemzeti etnikai konfliktusok és rendszabarások szimbolikus tárgya lett. Az emlékmű az ikonográfiájával, a királyi hatalom szimbólumaival és tekintélyes méreteivel Mátyás magyar király hódító alakját hangsúlyozza. A szoborcsoport üzenetét a román és magyar társadalom különbözőképpen értelmezte.